egy más zenekarból érkeztek. A bizottság. Mondhatom, egy másik korból érkeztek, de ezt lehet, hogy meg kikerjük maguknak, hiszen ők jelen vannak a jelenkorban is. Isten hozta önöket. Milyen érzés az, hogy a bizottság a műcsarnokba megy? És minden, ami a bizottsághoz köthető, ugye a 80-as évek elején egy underground zenekarról beszélünk, mindezt most láthatja az ifjúkori nemzedék, akik esetleg nem is ismerik a bizottságot. Hát szörnyű. Hogy nem szörnyű ismerik a bizottságot. Érzés. Nem az, mert engem a múlt nem nagyon érdekelt sohasem, hanem inkább a jelen és egy kicsit a jövő. De hát most ezzel szembe kell nézni. Amikor azt mondja, hogy a múlt soha nem érdekelte, az induláskor sem, a 80-as évek elején, mert ugye akkor még benne éltünk egy olyan rendszerben, ami az 50-es évekből nőtt ki, és 56 után azért elég sok minden tiltott volt, és talán nem volt önökön az a teher, azoknak az évtizedeknek a terhei, és nyíltan beszélhettek a saját művészetükről, gondolataikról. Már ameddig hagyták őket egyébként? Hát már ameddig hagyták. Nem lehet nyíltan beszélni, de mi abban nőttünk fel, és úgy éreztük akkor, hogy ez más nem is lehet. Tehát, hogy úgy mondjam, abban szocializálódtunk, az volt a természetes, és meg is ismertük a kiskapukat és a szelepeket is, és mi is egy nagy szelep voltunk. Mik működhettek kiskapukként? Miket kellett felfedezni? Hát mindig voltak terveink, amiket meg akartunk valósítani, és a megvalósítás bonyolítása közben mindig beleütköztünk különböző falakba, amin egy darabig próbálkoztunk, ha nem ment, akkor visszafordultunk, de majdnem mindig találtunk kiskaput ezeken a falakon. De az összes visszafordulást is olyan groteszkül írtátok meg, vagy értétek meg. Az volt a furcsa benne, hogy én igazi dühöt a zenétekben nem éreztem, hanem nem tudom, a szellemes megfogalmazását annak, hogy ez így nagyon nincs különben rendjén. De lehet, hogy rosszul hallgatom. Hát volt egy fő pajzsunk, az irónia, persze nem csak nekünk, hanem általában, ugye, a kulturpolitikával szemben. Ugye mi ironikusan álltunk önmagunkhoz is, tehát nem vettünk túlságosan komolyan, legalábbis én, semmiféle tiltást, mert sose hittem el, hogy azt komolyan gondolhatja bárki is, hogy amit csinálunk, az ártalmas vagy rossz. Szándék volt egyébként a fricska a rendszer felé, vagy csak a saját művészetüknek engedtek utat? Ez önkéntelen volt. Emlékszem, mikor katona voltam, és gázálarcba kellett mászni a sárba, majdnem megfulladtam ott, és még jött az őrmester, és még rám is taposott, és mondta, hogy megdöglözte szemét, és elkezdtem nevetni. És érdekes a katonaságot végig nevettem, mert annyira szürreális volt. Őszinte volt a mosolyod? Persze. Mélyről fakadó nevetés volt ez, hiszen nem lehetett más csinálni. Ez erőt ad. Miért állt neki egy csomó képzőművészen élni? Ezt a kérdést ezerszer megkaphattátok, de most az előbb figyeltem Andrást, ahogy nézegette a mi kis mai szobrainkat, és akkor pláne így megkérdeztem magammal, hogy aki láthatóan ennyire vonzódik a képzőművészet, az miért kezd el csörömpölni? Ez akkor egy korszellem volt, bár nem tudtuk, de az egész világon ez történt. Amerikába, Ausztráliába, Nyugat-Németországba, Magyarországba és Oroszországba és Romániába születtek ilyen zenekarok, ezt hívták akkor New Wave-nek, ahol olyanok, akik nem voltak zenészek, zenélni kezdtek. A világban mindig elkezdtek festeni, vagy a hippik? Nem. De a világban mindig van egy korszellem, és ez átmegy a vasfüggönyön is. És annélkül, hogy tudnának egymásról művészek, mégis hasonló dolgokba. Milyen emléket őriznek 1956-ból és a forradalmi eseményekben? Hát nekem nincsenek emlékeim, mert én akkor 6 éves voltam. És semmi nem maradt meg abból az időből? Hát a szülők piszegése biztos megmaradt, vagy éppen valami más típusú reakció? Hát én egy dologra emlékszem, hogy földrengés volt Petőfi bányán. És 6 évesen ott laktunk akkor, mielőtt Szentendrére költözött a szüleim, és le kellett jönni, mert hogy földrengés volt, és akkor ez a kép maradt meg. De én egy speciális eset vagyok, mert én semmire nem emlékszem gyerekkoromból, furcsa volt. És András emlékszik valamit? Én nekem apám hőstettére emlékszem, mert a Soroksári út 36-ban laktunk,
és az oroszok lőtték a házat, a papám meg pártitkár volt, és mesélte, hogy kiment a tank alá, bebújt, és felkopogott, mert tudott oroszul, hogy elvtársak ne lőjenek, mert itten gyerekek vannak. Hát erre emlékszem, meg arra is emlékszem, de arra már vizuálisan, hogy mindig kinéztem, amikor még nem mentünk le a pincébe, akkor megpróbáltam kinézni az ablakon, és belőttek. És a kályhát szétlőtték. És akkor, mikor hátrafordultam, láttam, hogy a kis piros kalauztáskám ott van benne a kályhába. Ez egy későbbi emlék, és 56-tal kapcsolatos, erre talán emlékszik, egy Jacky, amelyben egy 56-os feliratot aztán megtaláltak. Igen, volt egy ilyen sztori, de ez nem gyerekkori már, ez már én akkor felnőtt voltam, amikor egyáltalán értesültem ezekről a múltbéli eseményekről, mert én úgy nőttem fel, nagyon rossz gyerek voltam, utáltam tanulni, ezáltal a történelemkönyv nem volt a kezembe 20 éves koromig. Barátaimmal sose beszéltünk múltbeli dolgokról, maximum a dadaizmusról, amit a Herbert Reed Modern Festészet című könyvéből ismertünk. Tehát én igazándiból még a második világháborúról se hallottam. Az az igazság. Minden... Boldog gyerekkor lehetett. Tessék? Boldog gyerekkor lehetett a boldog nem tudás. Igen, azt nem tudom, hogy igen, jól éreztem magam gyerekkoromban. De volt egy ilyen sztori, hogy mi az Arany Homok kerthelyiségében játszottunk. András folyamatosan mosolyog a bajusz előtt. Igen, lehet, hogy már ismeri a sztorit. És volt egy ilyen hasonló Jacky, csak fehérben, és ilyen kis pilóta Jacky, nagyon jól nézett ki, tehát azt hordtam, és hogy még ilyen militaribb hangulata legyen, vagy keményebb, én rányomtam egy számot, nyomdász voltam Kecskeméten egy fabetűvel, az a szám, de teljesen véletlenül 56 volt. Ne, hangsúlyozom, nem tudtam, mi az akkor, amikor nem volt 56-os számú trolibusz, hogy ugye ne adjon okot semmire. Igen? Igen. Na, erről se tudtam. De arról aztán végképp nem tudtam, de véletlenül pont egy ilyen szám jutott rá, és akkor ez volt rajtam, az Arany Homok teraszán, meg úgy játszott a zenekarunk, hogy kötelező volt egy formaruhát fölvenni, és a szünetben két ember oda hívott az asztalához, hogy van egy kis probléma, beszélni akarnak velem, mi a probléma? Mondja, hogy a forma ing alatt van egy Jacky. Igen, és mondom, és? Hát, hogy azon van egy szám. Igen, és? Hát azzal van a probléma. Hogy? És akkor mondták, hogy hát én ezért börtönbe is kerülhetnék akár, mert ugye én, mint közszereplő a színpadon, ezt láthatják, bár most formaruha van rajta. Mindig a számaitokkal van a baj. És mindig a számokkal. Arról nem is beszél, hogy a zenekarát heroinnak hív. Na pláne. Ha már Jackyről és formaruháról van szó, akkor pillancsunk bele a következő bejátszóba, amely az 50-es évek divatját mutatja meg nekünk. Ötletes újítással örvendeztették meg Budapest dolgozóit az állami áruházak. Divat bemutatót rendeznek a gyárak és üzemek dolgozói részére. Jó minőségű és ízléses ruhákat hoznak forgalomba, igen olcsón. Divatos taftruha elsőrendű kivitelben 144 forint. Házi pongyola flanelból 74 forint 20 fillér. Divat flanel ruha 59 forint 90 fillér. Gyapjú átmeneti kabát 382 forint. Budapest közönsége ma már nem csak olcsón ehet, de olcsón is öltözködhetik. A reklámblokk után visszatérünk ide. András, te komolyan kérdéssel említetted, hogy édesapád pártitkár volt. Akkor számodra 56 és annak a rezüméje, a megtorlás, az utána következő kádári évtizedek, azok nem jelentenek egy kényes örökséget? Nem emlékszel vitákra, vagy
Nem nyilallik valami benned, amikor erről van szó? Nem, egyáltalán semmi se. 3 éves koromban nem vitatkoztam apukámmal. És utána, úgy értem, utána. Aztán, ahogy nőttem, én végig úgy tudtam, hogy ez ellenforradalom volt, és nyilas suhancok lövöldöztek a háztetőről. Később aztán már más volt, és apám halálra idegesítette magát, amikor fekete keretes kokárdába mentem március 15-én kitüntetni. És akkor elmondta, hogy hát ezt az ellenforradalmárok viseltek ilyen. Na de hát a papám volt. És erről tulajdonképpen keveset beszéltünk egymással. Ez nagyon sokáig, ezek olyan idők voltak, amikor senki nem beszélt ilyesmiről. Képzeld el, hogy azt a szót, hogy kommunista, nem lehetett kimondani, hanem így mondták, hogy az egy kommunista. Ez nagyon furcsa, vajon miért? Na, de a pártitkár otthonában csak ki lehetett mondani. Nem. Miért? Az nem tudom, hogy miért. Ez most csak eszembe jutott, miközben jöttem. Hogy olyan dolgok voltak, amikről most már nem is tudunk. Az emberek ilyenről nem beszéltek. Az osztálytársaimmal, a barátaimmal nem beszéltünk 56-ról. Nem taglaltuk, hogy az most forradalom volt-e, vagy ellenforradalom. 16 éves koromban emlékszem, hogy március 15-én kimentem kokárdába, de akkor sem az forradalomra és az ellenforradalomra gondolva, hanem március 15-e, mint forradalom, de az én forradalmom, nem az 56 forradalma. Nem tudtunk semmit se, de gondolj bele, hogy mind a mai napig nagyon keveset tudunk. Például még mindig nem értem, hogy a forradalmunk hogy tarthatott ilyen rövid ideig. Hát úgy, hogy jöttek az édesapád által felkopogott tankok. Nem, azok ott voltak, tehát nem ő kopogta ide föl, hanem igen, ott voltak. Na de jöttek. De jöttek, bizony. Jöttek. Bizottságos szám szólt, vagy akart szólni 56-ról? Tehát áthallás jelleggel legalább? Nem tudok róla. Nem volt téma? Nem volt téma. Hangsúlyozom, hogy mi azért speciális társaság voltunk ilyen szempontból, mert annyira önző módon csak a saját ötleteinkkel, saját önkifejezési ötleteinkkel, annak kivitelezésével foglalkoztunk, hogy nem politizáltunk, vagy konkrétan ilyen céllal soha nem született szám, vagy festvény se az én részemről. Mert a rendszer, a Sanzon bizottsága, meg egyéb dolga, a lemezkiadója révén állandóan nyomozott azután, hogy mi akar szólni vajon erről? Igen, de ők minden után nyomoztak. Minden után, amit nem értettek. Például nagyon érdekes volt, hogy a legfélelmetesebb számukra az absztrakt művészet volt, ami tényleg nem beszélt konkrétan témákról. De ők meg azt hitték, hogy igen. Hogy tehát van mindent, amit nem értenek. Így van. Tehát nagyon érdekes volt, hogy amikor küzdöttünk az első lemezért, hogy olyan szavakba kötöttek bele, amire nem is gondolsz. Például az, hogy itt tessék aláírni. Volt egy ilyen, ugye amikor egy szám, csináltunk egy dobszólót, és akkor ahelyett, hogy azt mondtuk, hogy ennyi, azt mondta az öcsi, itt tessék aláírni. És ezt nem lehetett a lemezre rárakni, mert azon gondolkoztak, hogy itt tessék, aláírjon, arra és mintha csak azt ők ilyen gúnynak vették az egész, nem tudom minek. De számunkra hát a politika írja. Akkor egy bizottságnak, amikor a központi bizottság volt. Igen. Megszületni. De itt sem a központ, nekünk eszünkbe nem jutott az, mi csak azt mondtuk, hogy mi döntünk el mindent. Egy olyan időben, amikor mindent a bizottságok döntöttek el. Tehát azt mondtuk, mi vagyunk a bizottság. A politika irreveláns volt, mert mi művészek voltunk, és szabad emberek akartunk lenni. Aki politikus, nem szabad. A politika nem tesz szabad. Önök mai napig is a bizottság. És